A 2001-ben alakult Sonnenblume német nemzetiségi kórus énekétől volt hangos a zombai templom. Tavalyi évben betöltöttük a 20. születésnapunkat, viszont a rendkívüli intézkedések miatt nem tudtuk megtartani ezt a rendezvényt. Úgy gondoltuk, a 21. születésnap pont ugyanolyan szép és érdekes, ezért gondoltuk, hogy ahogy ez szokás is a kórusoknál, összehívjuk a régi kórustagokat, egy kicsit visszaemlékszünk az elmúlt időszakra, megköszönjük mindazoknak, akik támogatták a munkánkat, és mindezt egy kellemes estével kötjük össze, sőt ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a karácsonyi koncerttel kötjük össze ezt a nagyon szép alkalmat, ahova vendégeket is meghívtunk. Bízunk benne, hogy talán mindenki úgy fogta föl, hogy mi is ajándék vagyunk, de hát természetesen apróságokkal, emléklappal, a volt kórustagoknak egy kis akácmézet ajándékoztunk ebben a megfázós időben, talán mindenkinek, meg aki énekel, annak jó, hogyha a torkát a méz simogatja, apróságokkal, és azt hiszem, hogy a köszönet szavai talán számítanak számukra is. Krisztus A 21 éves fennállását ünneplő nemzetiségi kóruson kívül több fellépője is volt a délutánnak. A katolikus templom megtelt érdeklődőkkel, a régi tagokon kívül a helyiek is örömmel fogadták el az invitálást a koncertre. A Sonnenblume kórus tagjai örömmel készültek a jeles alkalomra, az év folyamán hetente egyszer próbálnak. A kórusunk nem túl nagy, most jelenleg 10 főt számlál a kórusunk. Általában olyan 10-11-2 fő körül volt mindig is a létszám. Nem túl egyszerű a sok-sok program és a sokféle munka mellett összehozni a próbákat, de én úgy gondolom, hogy akik mai napig együtt maradtunk, nagyon-nagyon lelkesen részt vesznek ebben. Így hetente egyszer azért sikerül egy-egy próbát összehoznunk Szili Lajos kórusvezetővel, művésztanárvezetőnkkel, akinek nagyon-nagyon-nagyon kell köszönnünk minden egyes alkalmat, amikor együtt dolgozik velünk, mert szakmai munkája borzasztó nagy segítség. A karácsonyi koncert alkalmával szebbnél szebb dalok csendültek fel a Sonnenblume német nemzetiségi kórus állandó tagságának köszönhetően. A rendezvényen azonban a közös éneklésre is adódott lehetőség. Elég széles repertoárt igyekeztünk bemutatni. Itt a német nyelvű templomi énekektől a kórusműveken át többféle műfajt is megjelentettünk, de nagyon nagy szeretettel vártuk vissza a régi kórustagokat a záró dal eléneklésére, amit velük is annak idején többször is énekeltünk, és ez a Stille Nacht volt, úgyhogy aki tehette és el tudott jönni, az itt volt és beállt közénk együtt énekelni. Fő gerince a műsorainknak általában a német nemzetiségi népdal. A legtöbb dalunk ezek közül tevődik ki, és ezt tartjuk legfontosabbnak, hogy ezeket a népdalokat meg is mutassuk minél több helyen. De nagyon szívesen veszünk részt egyházi rendezvényeken is, nem csak karácsonyi vagy adventi koncerteken, hanem évközben a környéken, hogyha rendeznek valamilyen egyházzenei találkozót, vagy esetleg miséket, német nyelvű misét, akkor ott is éneklünk. Értelemszerűen akkor ide annak megfelelő műveket éneklünk, és nem csak németül, hanem esetleg latinul, vagy éppen olaszul, vagy magyarul is, tehát magyar nyelvű műveket is éneklünk. A zombai Sonnenblume német nemzetiségi kórus a jövőben is törekszik rá, hogy fellépéseivel színesítse a település rendezvényeit.